És ugye, ahogy véget ért neked egy kicsit a, ez a buli szervezés, a, meg a dj ez a fajta a bulikon való részvételem, ugye lehet, hogy meglepő, de itt, amit látunk, az, hogy te átnyargatál egy kicsit, vagy nem tudom, hogy ez mindig is az életed része volt a professzionális horgászatban, igaz? Igen, 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 igen. Gyerekkorom óta, tehát én, én horgászok, ö, tényleg tíz éves korom óta, vagy még hamarabb is, a Debrecen környéki vizeken, ami, ami megmaradt. Nyilván itt most a, a munkahely, a, az iskola, meg a, a dj kerés ez úgy egy picit hátérbe szorította, de, de ahogy, ahogy ez a, ez a, ez a DJ-s karrier úgymond picit alább hagyott, akkor úgy jött fel ez a, ez a horgászat nálam újból, és elkezdtem csalikat gyártani saját magamnak, és akkor azzal mentünk horgászni, tehát ez, 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 is egy koncepció alapján épül fel a mai napig. Ez, ez száraz anyagból, folyékony anyagból tevődik össze. Ez a száraz anyag, ez, ez, mindenféle fehérjék, szénhidrátokból áll, Úgyhogy ezeket receptek alapján készítjük. Ezek saját receptek? Ezek, ezek saját receptek, így van. Eleinte magamnak csináltam, de miután már egyre többen kezdték el a halakat fogni, egy, egy hivatalos vállalkozást kellett erre építeni a telephelyet. Úgyhogy most ott, ott folyik a gyártás konkrétan, és ebből, ebből egy termék lett. A, a, horse bait. a horse bait, így van, Ugye ez a nevemhez kötődik. Úgyhogy ez kereskedelmi és forgalomban is kapható. Van egy webshopom, konkrétan ott lehet megvásárolni. Futárszolgált viszi ki a csomagokat a forgászoknak, meg és boltokba ez, is. És ez, ö, ö, ez hogy kezdted el? Mármint, hogy, hogy honnan jött az, hogy te saját csalit akarsz? Mert hogy, ez nem így jött. Aha. Ez, 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 ez úgy jött, hogy kipróbáltam, hogy milyen, milyen az, amikor saját magad által készítesz valamit, és azzal fogod a, fogod a halat. Tehát nyilván előző kukoricával horgáztunk, meg ez ilyen természetesebb gilisztákkal. Ez, ez már egy kicsit másabb történet, mert ö, itt, ö, ennek a neve bojli, amit ö, általában ö, ugye Angliából származik, ezt főzni szokták. Ö, vannak már ö, pároló berendezések, amivel szintén meg lehet oldani a hőkezelést, mert ezeket szárazanyag és folyékonyból áll össze, rendszerint hőkezelni szoktam, és ezt utána szárítjuk és majd csomagoljuk. Ennek van többféle ízesítése. Úgy tudatosan nem készültem rá, hogy, hú, hát én most akkor ezt fogom csinálni, gyártani, meg értékesíteni. Ez évről évre ez épült, és addig épült, hogy száhagyomány útján terjedt, kipróbálták az emberek. Tehát ez egyik napról a másikra nem mehet, mert ki is kell próbálni egy terméket konkrétan, és tesztelni kell. Tehát lehet, hogy, egy-két-három év is egy-egy fajta íz, míg megcsinálod, összeállítod, meg lehet, hogy tavasszal másképp működik, lehet, hogy ősszel megint másképp működik nyáron. Úgyhogy sok összetevője van, egy-egy íz az 20-25 féle alapanyagból is összetevődhet. Ez mondom, növényi állati fehérjékből, szénhidrátokból áll. Úgy kell egy nokedlés, akkor ki kell főzni, ki kell párolni, utána ki kell szállítani, mint említettem. Úgyhogy hát tasakot kellett hozzá terveznem, ugye grafikát, milyen állagú legyen, hogy legyen, milyen a, a, a szín, tehát a színek is természetes anyagokból adódnak, tehát nem használunk ilyen mesterséges dolgokat, hála Istennek. Úgyhogy nem panaszkodunk, tehát rengeteg nagy halat fognak vele, hála Istennek. Van referencia, tehát 20 kg feletti hal az, az, az már referenciának számít. Hát abból több száz darabban, nem is tudom, 400 darab fotó van nekem begyűjtve, úgymond begyűjtve, tehát amit a horgászok küldtek. Ez a honlapomon meg is tekinthető a horsebaits.hu-n, Facebookon is van rajongói oldal. Hála istennek, egyre több fiatal, egyre több gyerek kezd horgászni, és, és kinőtte magát. Orgászat. Igen, én azt láttam, hogy ez a fajta horgászat már annyira túlnőtt a kukoricagilisztán, hogy erre kicsit mesélnie, hogy mennyire túlnőtt. Mert úgy szerintem akik nem pecsások, fogalmuk sincs, hogy most már hol. Tehát most már az űrtechnológiában vagyunk, igaz? Tehát, hogy már annyira speciálisan lehet dobni, etetni, ott is annyi technika van. Persze, hát a horgász felszerelések teljesen másak lettek, tehát nem ilyen teleszkópos botok vannak, hanem kéttagú botok, amikkel két-három tagú bot, a botnak az anyaga megváltozott, nagyobbat lehet dobni, nyilván ez kell a technika, és az orsók másabbak lettek, tehát a halak nehezebben tudják elkerülni a horgot. Az igaz, hogy a halak engemben. tanulnak? Mármint, hát, hogy egy idő, tehát, hogy az idősebb halak, mármint a, a nagyobb meg tudják jegyezni, igen. Hogy megjegyzik, hát hogy... egy darabig. Tehát igazándiból, ha olyan környezetben van, ahol horog érte azt a halat, tehát lehet, hogy egy vadvizen, akkor óvatosabb. De egy olyan helyen van felnevelve a hal, meg olyan helyen nő a hal, él a hal, ahol egy, egy szártabb, kisebb közegben, ahol rá van kényszerítve arra, hogy táplálékot vegyen magához, mert nem egy nagy kiterjedésű természetes vizen van, akkor kénytelen táplálkozni, és lehet, hogy belefut a szúrós kukoricába, vagy a szúrós bojliba, úgymond, tehát a borokba sajnos, tehát, és ott, 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 kevésbé tudja szerintem úgy kontrollálni, hogy most ezt neki nem szabad. De, uh -huh. de valahol meg, 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 tudja jegyezni, hogy, 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 hogy az veszélyforrás. Aha, tehát azért most már, ha valaki a nagy... Miért nehezebb nagyobb halat fogni? Hát vagy azért, mert túl nagy a hal sűrűség, és sok a kisebb 5 kilós, 10 kilós ponty, és a 20 kilós az kevésbé tud hozzáférni. Ja, hogy leeszik. Hamarabb hozzájut, így van az apró hal, és akkor a nagyobb hal az messzebbről esetleg figyeli, hogy az már veszélyforrás, de ahol olyan hal, a sűrűség, hogy csak nagy hal van igazán, de volt 15 kiló feletti, mert vannak olyan tavak Magyarországon, ott, ott azért nem nehéz halat fogni. Más a természetes vizen vagy folyókon megfogott hal, és annak meg tavakon, és annak az értéke is másabb, tehát természetesen. Aha. És ezek, ezeket a, ugye, egy barátom kezdett el most komolyan pecázni, és nagyon imádja. Mert ugye azt mondja, hogy, jó, oké, ténylegesen kell belefektetni pénzt, de azt mondja, hogy, hogy most már, hogy itt a YouTube-on a világ legjobbjait tudja nézni, meg hogy ilyen termékeket tud venni, azt mondja, akkora élmény a pecázás, hogy, hogy van, ugye sikerélménye is van, és azt mondja, hogy, Igen. hogy ez a vadászatnak egy olyan formája, ahol nem feltétlen válsz gyilkossá. Igen, hát sérül a hal, mert azért a horog meg fárasztod, melyek közze lehet kíméletesen, de nem ölöd meg. Tehát sporthorgászok vagyunk, tehát visszaengedjük. Meg hát a száját. ezért el, el, akartam mondani, így van, tehát vannak szájfertőtlenítők, ponymadrac, szivacsal, béllel, tehát vigyázunk rájuk, úgyhogy